Hello, én Gulyás Marci vagyok, ez pedig itt a heti VTS első adása. Február 1-től átalakul a csatorna, és a korábbi működéshez képest sokkal változatosabb videótípusokkal fogunk jelentkezni hétről hétre. Hogy mit is jelent ez a változatosság, hogy pontosan milyen típusú videókkal jelentkezünk, ahhoz nézd meg a csatorna promo videónkat, amit szintén a mai napon publikáltunk. A lényeg, hogy ez a heti VTF, amelyben minden héten visszatérően fogok foglalkozni az aktuális politikai kérdésekkel, ez kvázi az én személyes vlogom. Az alapvető kérdés, amivel ez a vlog és úgy általában az egész csatorna is foglalkozik, az, hogy mi az a politikai megújulás, amire szüksége van az országnak. Mert hogy rengeteg elgondolás versenyez egymással. A magyar baloldalt szokás azzal vádolni, hogy ötlettelen, koncepciótlan, kezdeményezőképtelen, és így tovább, és így tovább. Ami nem csoda, hiszen sajnos a mai napig általában az MSZP-vel azonosítják a baloldal egészét. Holott a magyar baloldal ennél sokkal sokszínűbb, sokkal változatosabb. A mostani adásban viszont először az előválasztással fogok foglalkozni, el is megyek előválasztani, majd utána megvizsgálom azt, hogy melyik szakszervezetre kellene belépnem, ha már egyszer annyi szó esik arról, hogy be kellene lépnünk a szakszervezetekbe. Tarts velem! A hét fontos belpolitikai, budapesti eseménye, hogy ezen a héten tartják az előválasztás első fordulóját. A tervek szerint ez az egy hétig tartó esemény sorozat fogja megválaszolni a kérdést, hogy Horváth Csaba vagy Karácsony Gergely legyen a baloldal főpolgármester jelöltje. Ide jutottunk, hogy ez egy kérdés. Mindegy. A terv tehát az, hogy a január 28 és február 3 között megtartott előválasztáson végül kikerül majd a baloldal győztes jelöltje, aki a nyári második fordulón megmérkőzik a további jelöltekkel, így a második forduló végére egyetlen közös főpolgármester jelöltje lehet a változást akaróknak a fővárosban. A tervvel szemben minden szkepszis és minden fenntartás teljesen jogos és megengedett. És mégis figyelembe véve a Fidesz elképesztő túlhatalmát, az ellenzék elképesztően reménytelen helyzetét, és úgy általában a változást akarók teljes kiábrándultságát a politikából, nem gondolom, hogy szabad volna lebecsülnünk az előválasztás jelentőségét. Egyszerűen nem olyan időket élünk, hogy ilyen luxust megengedhessünk magunknak. És nem. Nem gondolom azt, hogy az előválasztás ezen formája volna a demokratikus bevonódás létező legjobb gyakorlata. De ami miatt fontos az előválasztás, és biztos, hogy előrelépés a korábbi állapotainkhoz képest, az, hogy az állampolgárok először tehetnek valóban valamit azért, hogy elkezdjék megtörni az MSZP oligarchikus viszonyrendszereit. Hogy miért mondom ezt? Nézzük meg a jelölteket, és számodra is ki fog derülni. Az MSZP jelöltje Horváth Csaba, aki 2010 óta próbálkozik töretlenül a Városháza bevételével. Horváth tökéletesen testesíti meg azt az MSZP-s technokrata karrierpolitikust, akitől az embert a hideg rázza ki, de hogy most ezt jól szemléltessem, következzék a top 3 legnagyobb fassága. Íme Horváth 8 évvel ezelőtti kampányfilmje, amivel lazán bele lehet látni bármit, meg annak akár az ellenkezőjét is. A politikai semmitmondás igazi iskola példája ez, és lám a nagy koalíció is megvalósul benne, hiszen Demeter Márta, akkor még az MSZP tagja, most már az LMP társelnöke, és Csabával ropja a Láncid tövében. És ez még csak a felvezetés volt, ez bele se számított a top 3-ba, mert az most következik. Top 3. Csaba búrával fedné be a Városligetet. És nem, ez nem valami egyszerű interjúban elhangzott és aztán véletlenül benne hagyott elszólás, nem. Ez egy konzekvensen éveken keresztül képviselt gondolat a részéről, amit többszörösen megismételt. Jó, ne, menjünk tovább. Top 2. Tarlós István alatt, ez alatt a 7 év alatt, több kár érte Budapestet, mint a második világháborúban. Szóval Horváth Csaba szerint Tarlós regnálása több kárt okozott Budapestnek, mint a teljes második világháború összességében. Jó, nézzünk már meg szemléltetés gyanánt néhány képet arról, hogy is nézett ki ez a város a második világháborút követően. Top 1. Igazából nem lehet megállapítani, mi a legnagyobb bornítsága a csávónak. Hiszen nem csak arról van szó, hogy általában véve üresek és hamisak a szónoklatai, hanem amikor igazán átéléssel próbál közölni valamit, akkor leplezi le a legjobban azt, hogy valójában mennyire üresfejű is ő. A köztársaságunk elrablása nagyobb bűn, mint ha Orbán, Lázár, Rogán és a többi fideszes megszüntette és eltörölte volna a köztársaságot. Ezzel most mit akar állítani? Inkább akkor törölték volna el, ahelyett, hogy elrabolják, ez miért lenne kisebb bűn, mint az, amit egyébként elkövettek? És Horváth Csaba amúgy is mindig kiállt a hajléktalanok kriminalizálása mellett, 2007-ben még a fővárosi közgyűlés tagjaként megszavazta a hetes óvodák a legszegényebb gyerekek óvodájának bezárását, és még jó, nem folytatom tovább, hármat ígértem, legyen elég ennyi. Vele szemben van a Párbeszéd jelöltje, Karácsony Gergely. Akivel kapcsolatban nem azért vagyok bajban, mert ne lehetne róla is sok rosszat elmondani. Hiszen el lehet, sőt, szembesítettem is ezekkel a kérdésekkel egy 3 héttel ezelőtti interjúban, itt a videó alatt kattalinkért. De itt azért mégiscsak arról kell döntést hozni, hogy Horváth Csabával szemben lehet-e ő a baloldal jelöltje? Ami azért elképesztő kérdés, mert nagyjából ki a rosszabb ne lehetne a baloldal jelöltje Horváth Csabával szemben?
Jó, azért lehetne rosszabb is. Nehezen, de lehetne. De épp ez a lényeg, hogy nem kell ennél rosszabbat elképzelni, mert a helyzet így is éppen eléggé rossz. A Horváth Csaba győz az előválasztás első fordulóján, és ő lesz a baloldal közös jelöltje, akkor fix, hogy Tarlós István gond nélkül fogja újrázni a pozícióját. Hirtelen nehéz is lenne megválaszolni, hogy az lesz-e a rosszabb, hogyha Tarlós újrázik, vagy ha ténylegesen Horváth Csaba vezeti ezt a várost. Nem kérdés, hogy Karácsony esetleges főpolgármestersége is joggal ad okot az aggodalomra, hogy rajta keresztül az ő bambasága, felkészületlensége, dörzsöltségének hiánya okán az MSZP-s maffia újra megszállja a várost. Ez egy veszély, amivel tisztában kell lennünk, amire készülnünk kell. Ezzel szemben az viszont joggal ad okot a reménykedésre és a bizakodásra, hogy Karácsony Zuglóban az elmúlt 5 évben olyan városvezetés gyakorolt, amit hogyha főpolgármesterként folytatni fog, akkor egy sokkal szolidárisabb és igazságosabb politika fogja berendezni a viszonyokat a fővárosunkban. Ami ezt persze meg kell nyernie majd a második fordulót, meg kell nyernie majd a választást, meg kell egy olyan közgyűlési többség, ami lehetővé teszi azt, hogy végezze a dolgát, és így tovább, és így tovább, és így tovább. De most még csak az előválasztás első fordulójánál tartunk, amit bizony meg kell nyerni Horváth Csabával szemben. Szóval úgy előválasztani már csak azért is, mert Horváth Csaba a jelölt állításhoz szükséges aláírások gyűjtésekor beelőzte Karácsonyt, tehát egyáltalán nem lefutott meccsről van szó. Szóval talpra magyar, hi az urna. MSZP-ről jó napot kívánok, én Gulyás Márton vagyok, és szeretnék elmenni előválasztani, és csak a biztonság kedvéért gondoltam, hogy oda telefonálok, hogy most tudnak-e fogadni engem, lehet-e most menni? Természetesen tudjuk. Nyugodtan meg lehet nézni. Karácsonyra. Hát nagy meglepetés, gondolom. Én, de többet dolgozom. És akkor gyakorlatilag most a héten, tehát február 3-án estig, délig. Vasárnap délben az utolsó. Tehát aki vasárnap délben még esetleg sorban áll, azt még be fogják engedni. És valószínűleg a hétvégén a nagy dömping. Hát igen. Eredmény mikorra várható? Már vasárnap. Na és ki lesz akkor a polgármester jelölt ősszel? Gyuri. Igen? Húval György? Indul, igen. Jó, tehát akkor azt lehet mondani, hogy a 7. kerületi MSZP az egységesen áll Húval György mögött. És őt fogják indítani. Igen. Ezt már egyébként a taggyűlés is megszavazta. De ezt megszavazta a taggyűlés. Ez volt tehát az előválasztási kalamajka, mindenképpen éljetek ti is a lehetőséggel, hogy szavazhattok ezen a hétvégén. Az előválasztás 2019.hu címen megnézhetitek, hogy hol adhatjátok le a voksotokat. Zárásként pedig forduljunk rá a szakszervezeti kérdésre. Ami alapvetően majd a jövő hétnek lesz a témája. De dióhéjban a lényeg ennyi. A politikai változás érdekében állampolgároknak széles körben, érdekegységbe kovácsolódva kell tudniuk szervezetten, közösségileg, és igen, intézményesült formában működnie és harcolnia azért, hogy ellenhatalmat képezzen. Ehhez két adekvát szervezeti forma, a párt vagy a szakszervezet. Az MSZP-be belépni nem akarok, egyelőre megelégszem ezzel a kis kalanddal az előválasztás kapcsán, a Párbeszéd nem tekinthető pártnak, innentől kezdve a szakszervezetek felé kell fordulnom. Mivel nincs olyan filmes, médiás, videós vagy színházi szakszervezet, amely átfogóan érinteni az összes területet, amelyben aktív vagyok, ezért választásom az értelmiségi szakszervezeti tömörülésre esett. Van saját honlapjuk csodálatos logóval, itt így látható is, nem lehet más, csak hogy felhívjam őket. Tiszteletem, jó napot kívánok, én Gulyás Márton vagyok, és amiatt telefonálok, mert szeretnék belépni a szakszervezetbe. Értem. Egy pillanatot kérnék szépen. És ágazatunkhoz tartozik, vagy esetleg... Nem, én abszolút a szakszervezet szűz vagyok, tehát életemben nem voltam még szakszervezeti tag, azt sem tudom, hogy hogy működnek, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél több polgártárs becsatlakozzon az ilyen politikai szerveződésekbe, és segítse munkájával az érdekérvényesítést. Van a tudományos és innovációs dolgozók szakszervezete. Általában nagyon sok fiatal van ott, és ők eléggé nyitottak mindenféle tagságra. Különböző kutatóintézettől, informatikától is vannak. Szerintem ön teljesen beleférne ebbe. Amint látja, elég széles körű, azért nem tudom azt mondani, hogy csak ez az ember, csak az. Hát nyitottak vagyunk mindenkire, örülünk, aki próbál belépni a szakszervezetbe és aktívan segíteni a mi nézeteinket, álláspontjainkat. Jó, akkor a tudost, itt látok egy telefonszámot, én akkor fölhívom őket. Igen, nem, bocsánat, az nem telefonszám. Az a legegyszerűbb, nagyon nyitottak, biztos, hogy örülni fognak, hogy van ember, aki szeretne belépni. Na jó, írunk neki e-mailt.
Köszi a figyelmet, ez volt az első Heti VTF. A jövő héten következő folytatásban megyünk be a szakszervezetbe, remélhetőleg, és mostantól minden héten jelentkezünk ezzel a formátummal. De a jövő héten nem csak ezzel jelentkezünk, hanem az első Partizán infóval is, és benne Csányi Sándor politikai életútjával. Kicsoda Csányi Sándor, kiderül a jövő heti adásból. Addig is kommentelj, lájkolj, kérdezz, diszlájkolj, iratkozz fel, szedj szét! Találkozunk jövő héten, ciao.